Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Az éjjel soha nem érhet véget. Főleg így, hogy már délelőtt 9 órakor a Végkúriába várjuk Önöket. Süssünk együtt kenyeret. Ökumenikus kenyéráldás és kiállítás is lesz az árnyas fák alatt. A Halasi Hajtás Triatlon Fesztivál helyszíne a Sóston lesz. Itt 10 órától versengnek majd a sportolók. Délután indul a koncertmaraton. Betty Love, Fresh, Hip Hop Boys a színpadon. Jöjjön el Ön is és nézze meg a különleges tavitűzi játékot. Szent István király és az új kenyér ünnepe Kiskunhalason. Rothadó húst és heverőt is dobnak az ablakuk alá, körbekeríti és kamerával figyeli majd a szemetes konténereket a lakóközösség. Egyre jobban dőlt, kivágták, veszélyesnek minősítették a Kossuth utcai fát. Nem is volt aszály, mégis nagyon csökken a sóstó vízmélysége, a haltelepítéseket is befolyásolja az alacsony vízállás. Egyre népszerűbb a szabadtéri fitnesspark, a tapasztalatok szerint egyre több kisgyermek játszik ott, bár nem az ő korosztályuknak javasolják a sporteszközök használatát. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai hírösszefoglalóját látják. Rothadó kacsahús, WC csésze, kidobott heverő, ezek miatt bosszankodnak a Dob utcai szemetes konténerekre rálátó Kossuth utcai lakók a Halas központjában. A személygyűjtőket sokszor alig lehet megközelíteni a köréjük rakott hulladékok miatt. Nem csak a kukázók húzzák szét a lomokat, sokan máshonnan is idehordják a szemetet. Laskovicsné, Terzics Edit közös képviselő szerint megvan a megoldás. A lakóközösség körbekeríti és lezárja a konténereket. Megelégelték, hogy szeméttelep van a háztömbjük mellett. Kacsamaradványok és szétszórt szemét. A környék lakói már hónapok óta rendszeresen fotózták a Dob utcai konténereket. Az áldatlan állapotok és a gyakori bűz miatt jelezték a problémát az önkormányzati képviselőnek is. Fel vannak háborodva, és a felháborodásuknak már több szinten is próbáltak hangot adni, de végső elkeseredésükben, mivel más megoldás nincs, egy olyan elhatározásra jutott a lakóközösség, hogy önerőből egy kis önkormányzati ráhatással és segítséggel megpróbálnánk megoldani ezt a problémát, mégpedig úgy, hogy bekameráznánk ezt a területet, illetve ha ez nem segít, akkor egy zárt szeméttárolót építenénk. Erre vonatkozólag van árajánlatunk a kamerarendszerre is, ez több mint 300 ezer forintos tétel, és egy árajánlattal rendelkezünk egyelőre, egy millió, majdnem 700 ezer forintos a szeméttárolónak a megépítése. Folyamatban van a másik árajánlat beszerzése is, úgyhogy igen, tetemes. Farkas Dániel alpolgármester szerint nem egyedi problémáról van szó, megértik a lakossági felháborodást, az önkormányzat partner a megoldás keresésben. Én azt tudom mondani, hogy hasonlóan akár az útépítéshez, járdaépítéshez mindenféleképpen meg kell nekünk is fontolni az önkormányzatnak, hogy ebben szerepet vállaljunk, hiszen ez az egész városnak okoz bosszúságot. Emellett pedig én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a különböző internetes portálokon legyen ezzel kapcsolatban hangulatkeltés, hanem azokat, akik ezt a problémát okozzák, megtaláljuk, és adott esetben felelősségre is lehessen őket vonni. Ugye azt tudni kell, hogy Kiskunhalas 18 pontján 65 kamerával működik jelen pillanatban már a közterületi térfigyelő kamerarendszer. A következő években ezt szeretnénk tovább bővíteni, akár ezeken a pontokon is, ahol ilyen probléma van, illetve vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogyha ezeket a
hulladékszigeteket bekerítenék, és kamerával megfigyelté tennék az adott lakóközösségek, akkor az önkormányzat lehetővé tenni azt, hogy a most működő közterületi térfigyelő kamera rendszerbe be legyen kötve, és így a kollégáink is tudnák ezeket figyelni. Jelenleg 4-jel több közterület felügyelő dolgozik Halason, ha van lakossági jelzés, bejelentés, azonnal tudnak hatékonyan intézkedni. A lakosság segítségét szeretnénk kérni, hogyha valaki ilyen illegális hulladék elhelyezést tapasztal, lát, akkor nagyon sok embernek van most már okostelefonja, készítsen erről videófelvételt és juttassák el a hatóság részére. Én biztos vagyok benne, hogyha néhány ilyen szemét sikerülne közösen beazonosítani és a hatóságok kezére juttatni, akkor gyorsan vissza lehetne ezt szorítani városunkban. A konténerek körbekerítésére itt Kiskunhalason van már évek óta működő példa. Itt vagyunk a Schönfeld udvaron, itt látható a konténerek körbekerítése. A lakóközösség évekkel ezelőtt úgy döntött, miután megunta, hogy mindenki ide hordta a szemetét, hogy körbekeríti a konténereket fémlemezzel, lakatot tettek az ajtóra, ide csak azok hozhatják a hulladékot, akik valóban itt laknak és a közös képviselőktől kulcsot kapnak. Mint körbenézünk, még matricával is felhívják a figyelmet arra, hogy kamerával megfigyelt területen állunk. Amint láthatják, ez a módszer nagyon jól működik, tiszta és rendezett a környezet, feltehetően ezt kell majd alkalmazni Halas más pontjain is. Az épület felé dőlt, ezért kivágták. Életveszélyessé vált a Berki galéria melletti nagy fa. Korábban a tavasz folyamán már vágtak le róla ágakat, ám most a nyári viharokat követően egyre vészesebben rádőlt a Vári Szabó István szakközépiskola épületére. A helyzetet látva Molnár Nándor igazgató mindenről bejelentést tett a Katasztrófa Védelem Központi Ügyeletének. A szakemberek rövid időn belül elkezdték az élet- és baleset veszélyes állapot megszüntetését. Mint kiderült, a fa már menthetetlen volt, a szél és a felázások miatt kibillent az egyensúlyából, és félő volt, hogy rázuhan az oktatási intézmény épület szárnyára. Halason több tucatnyi hasonló nagyméretű fa van, a heves széllel járó viharokat követően jó néhány esetben kell azonnali hasonló intézkedés. A korábbiaktól enyhébb, csapadékosabb nyár ellenére drasztikusan csökkent a sóstó vízszintje. Tavasszal még 85 cm-t mértek a vízmércénél, ez most 52 cm. A horgászok részéről nagy az igény, hogy sok hal legyen telepítve a tóba, ám ez az alacsony vízállás miatt nagyon meggondolandó. Egyre nagyobb aggodalommal nézik a horgászok a sóstó vízszint csökkenését. Évtizedek óta fogy a víz a tóból. Jó nyakigérő. Voltam mélyebb is, voltam nem, ilyen, de ez most nagyon alacsony. Múltkor voltam kint, és ott az eperfánál voltam, hoztam kis tápot, kibeötettem, kukoricát, buzát, mindent, és megmondom őszintén, nem volt itt senki, gyorsan levetkőztem, ott bementem, hallja meg a kukacon, és sért el a víz, olyan cseki a víz. Hát én nem tudom, hogy mi lesz ennek a sóstónak a sorsa. A vízszint süllyedés miatt aggódik az egyesület vezetése is. Jáger Szabolcs szerint a csapadékosnak mondható nyár ellenére drasztikus a csökkenés. A tavaszi állapothoz képest közel 40 centivel kevesebb a sóstó vize, és ez abban a kontextusban még megdöbbentőbb, hogy azért idén még volt csapadékunk is, de sajnos tehát a vízünknek majdnem egy harmada eltűnt ebben az időszakban. Mi nagyon-nagyon bízunk abban, hogy az ősz azért, illetve a téli időszak is csapadékos volt, mert az elmúlt 2-3-4 évben így sikerült valamilyen szinten egy tartható állapotot fenntartani. Nem kritikus a helyzet, de megnyugodni sem lehet, mert sajnos bármikor, gyakorlatilag egy hónapos szárazság beköszönt, akkor pillanatok alatt el tud menni ez a 20 centi víz, és akkor úgy már probléma lehet, hogy a közel 70 centis vízből marad egy 50 centis víz. A nyári időszakban belekerült 50 mázsa hal, és nem is ragozom tovább, mert tehát beláthatatlan következménye lehetnek ennek a dolognak. 120 centi. Még a nemrég úton a mérztes, hogy ottan, mert azt a markellát rakta oda le. Hát nem tudom, 120 centi, 130, 80, 70, 60, most nem tudom mennyi, most nem néztem, mert nem voltam arra. 52. Az igen, az jó. Az alacsony vízállás kétségessé teheti a haltelepítéseket is, ugyanis félő, hogy a halak elpusztulnak. Nagyon meg kell gondolni, hogy még egyszer tegyünk bele, még a vizet föl nem szaporítsuk. Még legalább egy
20-30 centit kellene emelni rajta. Aztán meghaladt. Jáger Szabolcs elnök úgy gondolja, ősszel lesz hal telepítés, de ez természetesen a megfelelő vízállás függvénye. Az elnök bízik abban, hogy lesz majd hosszú távú megoldás a vízgondokra is. Több elképzelés is van arra vonatkozóan, hogy próbálnák a sóstóvizét nek a fogyását megállítani. Hát én bízom benne, hogy ezek közül valamelyiknek sikerül, valamelyik megvalósulni látszik, és természetesen az Egyesület is minden olyan lehetőséget megragad, ami jobbá tenni ezt a helyzetet. Már épül a kerítés. Közösségi teret épít a Konok-Kunok Motoros Egyesület az 53-as főút mellett a sóstóval szemben. A környéken élők egy része már korábban jelezte, hogy attól tartanak, a motorzúgás és az egyéb tevékenység zavarja majd a nyugalmukat, így több hatóságnál igyekeztek megakadályozni a konténerekből álló komplexum megépítését. A motorosok korábban drótkerítést terveztek, ám épp a lakossági panaszok miatt úgy döntöttek, hogy zajvédő falat építenek a tulajdonukban lévő területük köré. Györgyi János elnök megkeresésünkre elmondta, bízik benne, hogy a több mint 1 millió forintba kerülő, a hang- és zajhatásokat minimalizáló fal mögötti tevékenységük nem zavarja majd a panaszosokat. Ez a megoldás pont a tízszeresébe kerül a korábban tervezett drótkerítésnek, ám a békesség minden pénzt megért, tette hozzá a klubvezető. Egyre többen keresik fel az első halasi szabadtéri fitnessparkot, kicsik és nagyok körében is népszerűek a júliusban kihelyezett eszközök. Bár a gépek elsősorban felnőtteknek készültek, egyelőre úgy tűnik, az óvodások, kisiskolások használják legszívesebben őket. Ezek a fotók még júliusban készültek az első kiskunhalasi szabadtéri fitnesspark átadó ünnepségén. Az ötletgazdák legnagyobb örömére az azóta eltelt hetek során egyre többen fedezték fel a szabad levegőn végezhető mozgás örömeit. Örömteli, hogy nagyon nagy kihasználtsággal működik. Voltam már itt reggel 6:30, akkor is voltak a parkban, beszélgettem a hölgyel, és nagyon örült neki, hogy ide került meg. Voltam itt éjjel, már 10 órát éjjelnek lehet nevezni, akkor is teljes létszámmal működött. Ez örömteli, az viszont nem biztos, hogy rendeltetésszerűen van használva, úgyhogy többféle verziót próbálok magamban megfogalmazni. Talán kellene egy táblát kiraknunk, hogy mi a rendeltetésszerű használata, de ez majd a jövő. Az esetleges karbantartási munkálatokat a Városgazda ZRT szakemberei végzik majd, azonban ha a lakosság továbbra is úgy vigyáz az eszközökre és azok környezetére, mint eddig, vélhetően nem lesz túl sok feladat. Ezt a kavics réteget, amit itt lehet látni rajta, ez ugye azért van, hogyha valaki esetleg leesne az eszközről, hogy ne üsse meg magát, elég vastagon van ez fölterítve, egy 5-6 centi vastagon, ezeket kell esetleg kis gerebjével helyreigazítani, és más szerintem úgy gondolom, hogy nem kellene végezni. Remek! Nagyon ügyes vagy, Barnus, jaj, de jó, hogy ezt is csinálod. A parkba szülők, nagyszülők is rendszeresen járnak, van, aki csak kísérőként, de van, aki maga is kipróbálja az eszközöket. Nagyszerű dolog, amennyire laikusként meg tudom ítélni. Tényleg ezek a gépek átmozgatják, megmozgatják az összes izomcsoportot. Közel van kulturált hely. Köszönjük szépen a városnak. Kisebb, nagyobb csoportokban idősebbek, fiatalabbak is szívesen használják, birtokba vették. Nagyszerű dolog, megint csak azt tudom mondani. Majd én is rábeszélem magam. Bár a kihelyezett eszközök elsősorban felnőtteknek lettek kitalálva, úgy tűnik, egyelőre több gyermek használja a parkot, mint felnőtt. Igazából 12 év fölötti eknek szól, tehát nem a klasszikus gyermekjátszótérről beszélünk itt ebben az esetben. Én azt hiszem, hogy vagy az lesz a mód, hogy építünk egy másik játszóteret mellé, ami szintén úgy gondolom, hogy örömmel fogadna a lakosság. Megnézzük, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, vagy egyáltalán az önkormányzatnak milyen saját ereje van hozzá. Ez is lehet egy elképzelés. Ha megkérjük a lakosságot, hogy próbáljanak rendeltetésszerűen használni, és tényleg a gyerekeket a gyerekjátszótérre, a felnőtteket pedig ide, hiszen neki szól, de úgy gondolom, hogy nagy kár nem fognak tenni a gyerekek benne, csak nem biztos, hogy ő nekik való ez.
Halasiak a Hittanyán. Az idén 25 éves Bugaci ifjúsági lelki gyakorlatos tábor augusztus 7-től 14-ig zajlott a Hittanyán, Móricz Gát és Bugac határában. Több mint 120 gyermek és fiatal sereg lett össze ebben az évben is, hogy meghallgassa az előadásokat, részt vegyenek a szentmiséken, együtt imádkozzanak, énekeljenek, beszélgessenek, játszanak. A jubileumi programok közé tartoztak a úgynevezett régiek visszaemlékezései, akik többször a könnyeikkel küszködve idézték fel saját egykori gyermekkori élményeiket. Idén az irgalmasság szent éve adta a tábor alapvető témáját. Az előadások, csoport, foglalkozások az irgalmasság kifogyhatatlan mélységéből igyekeztek meríteni, tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Finta József plébános. Három határt érintettek. Az augusztus 27-i szabadkai kerékpártúra előtt 14-én a magyar-szerb-horvát határon áttettek meg 120 kilométert a halasi kerékpárosok. Újmohácsról indultak, majd Zombor volt az első célállomás. Zentát, majd Bezdánt is érintették a túrázók. A horvát szakaszt a halasi bringa barátok a Duna túlpartján teljesítették, a bazinai kilátó is a célok között szerepelt. A térségben egyre aktívabb kerékpáros élet zajlik, ez a túra is bebizonyította, hogy a sport a helytörténeti és kulturális megállókkal tarkítva egésznapos aktív kikapcsolódást nyújthat minden korosztálynak. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Rothadó húst és heverőt is dobnak az ablakuk alá, körbekeríti és kamerával figyeli majd a szemetes konténereket a lakóközösség. Egyre jobban dőlt, kivágták, veszélyesnek minősítették a Kossuth utcai fát. Nem is volt aszály, mégis nagyon csökken a sóstó vízmélysége, a haltelepítéseket is befolyásolja az alacsony vízállás. Egyre népszerűbb a szabadtéri fitnesspark, a tapasztalatok szerint egyre több kisgyermek játszik ott, bár nem az ő korosztályuknak javasolják a sporteszközök használatát. Kérem, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján, az időjárási előrejelzést követően egy opera mesterkurzusról mutatunk néhány felvételt. 7:30 kezdődik a Beszéljünk róla magazin, ebben egy halasi kutató munkáról lesz szó, ebből akár egyetemi tananyag is lehet majd. Annyit elárulok előzetesen, hogy a lovak járását kutatták a halasi diákok. Hamarosan, tehát 7:30 jönnek a részletek. Friss hírösszefoglalóval holnap este 7 órakor várjuk itt Önöket. Viszontlátásra!